ebben a kísérletben a brómos vizet fogom vizsgálni benzin, illetve hangyasav oldat segítségével. A kémcsőállványban 4 kémcsövet találunk, 2-ben sárga színű brómos víz van, a 2 színtelen oldat közül pedig az egyik benzin, a másik pedig tömény hangyasav oldat. Először a benzint öntöm az első kémcsőben lévő brómos vízhez. Jól látható, hogy két fázisú heterogén rendszer jött létre. A felső benzines fázis, amely apoláris szénhidrogén molekulákból áll, kisebb sűrűségű, mint a víz, ezért az felül helyezkedik el, alul pedig a brómos vizet találjuk. Most összerázom a kémcsőben lévő folyadékot. Még mindig kétfázisú rendszer van jelen, de már látható, hogy a bróm, amely apoláris molekulákból áll, átoldódott a felső apoláris benzines fázisba, az alsó brómos víz pedig elkezd elhalványodni, elszíntelenedni. Ezt a jelenséget kioldásnak vagy extrakciónak nevezzük. Ezután a tömény hangyasav oldatot öntöm a brómos vízhez, és látható, hogy az oldat elszíntelenedik. Lássuk a nátriumhidroxid oldattal végzett kísérlet magyarázatát. A bróm fizikai oldódását kémiai reakció is kíséri, a reakcióban hidrogénbromid, valamint hipobrómosav keletkezik. A keletkező vegyületek tovább reagálnak a nátriumhidroxiddal, nátriumbromid, valamint nátriumhipobromid keletkezik a reakcióban. Ezáltal a bróm kémiai oldódásának egyensúlya a felső nyíl irányába tolódik el, ezért a brómos víz elszíntelenedett.